A magyar ápolók elismeréseként szólt az ünnepélyes hegedű és gitárszó pénteken a Vármegyeháza díszes falai között. A legjobbak és legelhivatottabbak, ők azok, akik alázatos munkájukért kitüntetésben részesültek. A Magyar Ápolók Napja egyben Kossuth Zsuzsanna emléknap is, aki úttörőként nem csak hazánkban, de világszerte is megalapozta az ápolóhivatást. Én azt gondolom, hogy Kusó Zsuzsanna személyében egy olyan példakép áll a magyar ápolói társadalom előtt, ami példakép lehet a jelen és a jövő ápolói számára is. Dr. Eisner Éva beszédében elmondta, vezetőként egyaránt vannak szörnyű és felemelő pillanatok. Utóbbi közé tartozik ez az ünnepnap, amikor elismerésüket fejezhetik ki az ápolók felé, hiszen ők adják a kórház vérkeringését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórház és oktatókórháznak az összdolgozói létszámának 70%-át az ápolói kar adja ki. Itt nem csak a betegágy mellett dolgozó ápolókra kell gondolni, hanem a különböző szakrendeléseken, a különböző diagnosztikai szolgáltatásokban működő kollégákra, az orvosérnokokra, tehát nagyon különböző szakképesítésű csapat az, aki folyamatosan biztosítja azt, hogy akár a prevenció, akár a akut betegellátás, akár az ügyeleti ellátás szintjén és a napi gondoskodás szintjén a kórházunkba kerülő, vele kapcsolatba kerülő betegeket a lehető legjobban, legnagyobb szakértelemmel lássák el. Az alázat, az emberi méltóság megőrzése, a betegek feltétel nélküli elfogadása alap az ápolói szakmában. Tudják, hogy a betegágyak melletti pillanatok azok, amik igazán fontosak. Ott vannak a születés öröménél és a halál fájdalmánál. 1992-től a szülészetnőgyógyászaton osztályon kezdtem el dolgozni, mint szülésznő. Körülbelül egy évig, majd utána műtősnőként dolgozom, azóta ezt a hivatást végzem, itt vagyok, mint vezető, segítek az embereken, pici babáknak a születésénél nap mint nap ott vagyok, leginkább császármetszésnél, nagyon szeretem a munkámat. Seszták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte, az ápolók az egészségügy frontvonalában dolgoznak. A betegek és hozzátartozóik rajtuk keresztül kerülnek először kapcsolatba a kórházzal.